Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim! Kalmárhegy Károly vagyok, a Pécsi Rotary Klub elnöke. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket a Pécsi Rotary Advent jótékonysági programja alkalmából, innen az Aranykacsa étterem zsónai terméből. Már 8. éve szervezzük meg jótékonysági programunkat. Most kissé szokatlan módon nem a Széchenyi tér ünnepi forgatagában, hanem az online térben, tekintettel arra, hogy a Covid-járvány már 2 éve lehetetlenné teszi a rendezvényünk hagyományos módon történő megszervezését. Klubunk hagyományos jótékonysági tevékenysége elsősorban tehetséges, jó tanuló és arra rászoruló, szerényebb körülmények között élő diákok segítése. Klubunk által már 8. éve megszervezett Pécsi Rotary Advent program során az advent minden napján egy-egy tehetséges, szorgalmas diák kap 100-100 000 forintot támogatásként. Ezzel próbáljuk segíteni a karácsony boldog várását. A támogatási program több millió forintos keretösszegét Pécsváros kis és közepes vállalkozásai, illetve pécsi polgárok magánadományai teszik lehetővé. A támogatásban részesülő diákokat iskolájuk választja ki. A választással a Pécsi Rotary Klub alapítvány ért egyet. Kérem, tekintsék meg az iskolák jelöltjeinek bemutatkozását, az elkészített rövid műsort, amellyel az iskolák tanultársukat és Önöket köszöntik. Így kívánva békés és szeretetteljes karácsonyt. Meg szeretnénk kérni arra, hogy lehetőségeihez mérten pénzadományával járuljon hozzá Ön is a Pécsi Rotary Klub és alapítványa céljainak megvalósításához. Annak érdekében, hogy ezt a legegyszerűbb módon meg lehessen tenni, létrehoztunk egy internetes adománygyűjtő felületet, melyre rákattintva az Ön által meghatározott összeggel tudja támogatni humanitáris céljaink megvalósítását. Az adománygyűjtő oldal internetes címét megtalálja a most látható kis videó alatti szövegben, illetve ez elérhető a rotarypecs.hu honlapon is. Nagyon köszönjük szíves támogatását, békés, boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk! Az adventi karácsony ünnepét megelőző várakozás időszaka. A kifejezés a latin adventus szóból származik és eljövetelt jelent. Csendes és feszült várakozás ez az Úr eljövetelére. Szívünkben előkészülünk a karácsony beteljesedésre. A hagyományos szokások szerint ilyenkor megtisztítjuk a lelkünket és visszafogottan élünk. Az adventi koszorún a gyertyák lángja jelzi számunkra az ünnep közelettét. A másokra való odafigyelés és törődés felemel minket a hétköznapok egyhangúságából. Attilának szeretnénk mi is örömet szerezni, ezzel az ünnepi üdvözlettel mások adni, mint kapni. Békés és örömteli ünnepeket kívánunk, legyen szép és lelkiekben gazdag az adventi időszak mindannyiunk számára. Szeretettel üdvözlök mindenkit, Gacs Attila osztályfőnöke vagyok. Röviden szeretnék Attiláról szólni egy pár szót. Gacs Attila a Baranya megyei szakképzési centrum Cipernovszki Károly műszaki technikum 5/13 gépész és mechatronika osztályának tanulója. Érettségi vizsgát a 2020-21-es tanév tavaszi vizsgaidőszakában tett mechatronika ágazaton jó 4,2-es eredménnyel. Matematikából és angol nyelvből emelt szinten tett vizsgái jeles eredménnyel zárultak. Ez angol nyelvből a középszintű B2 nyelvvizsgát is meghozta számára. De középszintű B2 nyelvvizsgával rendelkezik horvát nyelvből is. A 2021-22-es tanévre felvételt nyert a Pannon Egyetem mérnöki karára, mechatronika alapszakra,
ahol, hogy beiratkozhasson az iskola technikusi osztályába, tanulmányai halasztását kérte. Attila az érettségihez vezető 4 év alatt minden tanévben 4,5 feletti átlag eredményt ért el. Rendszeres és eredményes résztvevője volt a középiskolai matematika versenyeknek. Legjelentősebb eredménye a Balázs Marianna matematika emlékversenyen, illetve a Fejér Lipót megyei matematika versenyen elért első helyezése volt. Választott szakmája melletti elköteleződését mi sem mutatja jobban, mint hogy a mechatronikai technikus végzettség megszerzését követően az erős áramú technikusi végzettséget is szeretne megszerezni. Hozzáállására jellemző, hogy matematikából és szakmai tárgyakból szívesen és gyakran segít gyengébben tanuló osztálytársainak. Tanáraival és társaival szemben is tisztelettudó, udvarias, magatartása és szorgalma példaértékű. Attila szülei 2007-ben elváltak, és bár Attila az édesanyjával maradt, rendszeresen kapcsolatot ápol édesapjával is. Édesanyja később újraházasodott, így most nevelőapjával, lány ikertestvérével és édesanyja második házasságából származó fiú testvérével élnek egy háztartásban a szülők szerény fizetéséből, átlagos körülmények között. Szabad idejében is leginkább tanul, emellett filmeket néz és sportol. Iskola és szakma iránti elkötelezettsége, elért eredményei, valamint korábbi osztályfőnöke Hargitai András, és a nevemben is támogatni szeretném, mely alapján Gacs Attila alkalmas és érdemes arra, hogy a 2021-es Advent díjazottjai között legyen. Boldog ünnepeket kívánok mindenkinek! Attila mindig nagyon rendes volt velem, és mindig segített a megérteni az anyagot, vadakácsont. Szeretnék gratulálni Attilának, akit nagyon jó gyereknek tartok, és szinte a legjobb barátom volt az évfolyamban, és boldog karácsonyt kívánok! Az Attilára akármikor lehet számítani, mindig a legjobb tudása szerint segít. Boldog karácsonyt! Örülök, hogy Attila osztálytársa lehettem 5 évig, és pattársa is. Ha szükségem volt, a magánéletbe is számíthattam rá. Boldog karácsonyt kívánok mindenkinek! Szeretnék köszönetet mondani a tanáraimnak a támogatásukért, az osztálytársaimnak a kedves szavakért, illetve a Rotary Klubnak a támogatásért. Mindenkinek boldog karácsonyt kívánok! A támogatás lehetőségét a Kontakt Elektro Kft. Biztosította a Rotary Klub alapítványának nyújtott támogatásával.